Indulj el egy úton. Én is egy másikon. Fekete. Black and white. Black and white. Black or white. Minden verzióban létezik. Igen. Hát, hölgyek, urak, üdvözlünk mindenkit a Roppagoda 2023-as első adásában. Első áldozatunk, mármint vendégünk, ez egy freudi elszólás volt, a X generáció zenekar, akik információik szerint kétharmad részben képviseltetik magukat. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, megtiszteltetek minket. Tehát ez a Roppagoda, Vicky Black, Ki vagy te riport sorozat része. A mai riporteretek Szabó Laci, én vagyok, addig, amíg új jobbat, más nem talál a csodás nejem. Szóval, urak, kérnék szépen először egy bemutatkozást. Mándli Attila, dob. Laszfai Tamás, basszusgitár, ének. Dalszerzés. Az jó, arról lehet beszélgetni. Arról is. Arról is, arról is. Hát itt a előzetes beszélgetésben elhangzott, hogy lesz egy über provokatív kérdésem rögtön, az év első über provokatív kérdése, ez pedig az, hogy honnan a név? Ó, nagyon provokatív valóban. A név az adja magát, mert igazából a, nem tudom, hogy milyenek a fények, de látszik rajtunk, hogy nem 20 évesek vagyunk talán. És az időszak, az a zenei időszak, ami minket inspirált, az egyértelműen az X generáció társadalmához kötődik, és innentől kezdve ez egy adottsága volt. Egyébként egy dal inspirálta, aminek én ezt dalcímnek szántam, aztán feldobtam egy baráti körön belül az ötletet, hogy szerintük az hogy szól, mint zenekar név, és mindenki egyértelmű, hát az ti vagytok, hát az egyértelműen ti vagytok. Úgyhogy így lett a zenekar neve, X generáció. Most jönne provokatív. Ugye volt egy hasonló nevű még zenekar. Egy volt egy hasonló nevű zenekar, csak ott az X a végén volt. Milyen? Hát volt a Generation X nevű. Jó, hát sok-sok ilyen zenekar, meg a King's X is például, az is egy trió egyébként. Köszönöm, hogy ismét megválaszoltál egy kérdésemet, hogy az, hogy ti trió vagytok, az már koncepció volt az elején, vagy így alakult? Nem tudom, már ott koncepció volt-e? Én szeretem a triót, igen. Az Atiék számára, mert én eltettem igazából életre, nálam koncepció volt, én szerettem volna. Bár volt egy elképzelésünk, hogy a vokál szólamok megoldása szempontjából külső erőt vegyünk igénybe, de azért a trió az koncepció volt. Én már játszottam trióba többször, és volt is erre remek, jó példa, gyakorlatilag 10 évig a Tom Mister zenekar, a Mohai Tamással és a Berdis Tamással, és igazából én ezt nagyon szerettem. A trió az mindig egy kihívás, de hát erre majd biztos kitérünk zenei értelemben, és hát ahhoz viszont olyan kollégákat kellett megkérni, akik képesek arra, hogy ezt a fajta szellős a hangszerelést, ezt meg is tudják tölteni tartalommal. Aki követik a Roppagoda műsorait, azok többször hallották tőlem, hogy én nagyon szeretem ezt a fajta zenei felállást. Ezt amikor egy gitár, egy basszusgitár dob, tehát ugyanis egy nagyon nyers hangzást lehet ezzel kihozni, és egy nagyon élő hangzást. Nálatok, amikor, ugye, mert jelent meg hanghordozótok, mikor fölvettétek ezeket a számokat, akkor koncepció volt, hogy élőben is ugyanígy hangzanak, vagy pedig kevertetek hozzá plusz sávokat? Ati. Nem kevertünk hozzá. De én még az előzőre csatlakoznék, én is nagyon sok trióban játszottam. Mm. Nem tudom, ezt tudod-e egyébként. Mm. Én imádok trióban játszani. Nem csak a basszusdob gitárfelállásban, nekem például a kedvencem volt a érdekes felállás volt, basszusgitárdob és hegedű. Nem azzal megtölteni a szeret, az még egy érdekes. Kihívás, igen, de nagyon jó volt, és nem is rock volt kifejezetten. Aha. Ott se kevertünk hozzá. Szerintem itt meg főleg nem nagyon van szükség rá.
Hát azért gitárrájátszások vannak, tehát amíg a lemezen a szóló alatt van kísérő gitár, addig ugye élőben nem tud lenni. Ezért van nekünk a Derzsi Zsolti, aki ezt valami elképesztő módon reagálja le ezeket a szituációkat. Egy egészen kiváló kollega és nagyszerű ember, arról nem beszélve, hogy ez a fajta érzékenység, ez benne nagyon ott van, hogy hogyan lehet szolgálni, borzasztóan alázatos zenei értelemben. Emberileg is biztos, de zenei értelemben mindenféleképpen. És azon kívül, hogy egy virtuóz gitáros, a harmóniák világában is egészen elképesztően kísér. Hogy születik nálatok egy szám? Hát az... Több legyen az ötlet általában. Hát igen. A dalsajban már sok minden, én úgy gondolom. Igen. Tehát a dalok alapötletei azok általában tőlem származnak, meg a dalszövegek, dallamok, alapharmóniák, és akkor utána ezt földobom, mint üveggolyót. És akkor ami leesik, és úgy pattam vissza, hogy az valamiféle érdeklődést vált ki, akkor erre ők rácsapnak, és akkor azt mondják, hogy na, azt csináljuk meg, és a hangszerelés az már egy teljesen kreatív és közös megoldás. Közben Vicky Black megosztotta a Facebook elérhetőségeteket, úgyhogy ha valaki kíváncsi rátok, akkor jobb át tud, de majd csak a riport után. Aha. Mert most még lesznek nagyon provokatív kérdéseim. Volt nálunk egy zenekar, a Várakozós. Ott a basszusgitáros az, aki alapvetően a számokat írja. És ő mondott egy érdekeset, amit most kérdésnek fölteszek neked. Azt mondta, hogy ha a basszusgitáros írja a számokat, akkor ő kompletten megírja. Te az előbb azt mondtad, hogy a hangszerelés az egy kreatív, későbbi. Nálatok ez hogy van? Ötletet viszel csak le? Tehát, hogy vagy megírod, vagy azt mondod, hogy nagyjából megírod az egészet? Hát ugye... Az én esetemben arról van szó, hogy ugye nekem bizonyos funkcióim vannak azért a hét többi napján is, amikor nem az X generáció van az étlapon, és ott különböző kihívásokkal kell szembenézni. Teszem föl, hogy ha olyan dolgot kell írni, ami azt igényli, hogy a hangszerelésében is kifejezzen valamit, mondjuk egy zenés darabhoz írok zenét, vagy más előadók számára, akkor ott egy komplett hangszerelést kell produkálni, tehát igazából akkor a készre kell törekedni. Itt direkt nem törekszünk a készre, hiszen én szerzőként is azt szeretném, hogy ami bennük megvan, az legyen része a műnek. Tehát, hogy itt egyfajta közös munkára hívás ez tulajdonképpen. Mert ez az izgalmas része a dolognak, hogy egy alapötlet az, hogy szólal meg az Attila dobolásával. Mert én is be tudok püfölni valamit a gépbe, de az nem az lesz, amit aztán nekünk hármunknak, mert a végeredmény az mindenféleképp az értelme az, hogy hárman ezt el kell játszanunk a ilyen tisztelt közönségnek, mert hogy ezért jöttünk létre. Tehát akkor ez nagyon fontos kérdés, hogy ez a három ember, ez önmagában mennyit tud ebbe beletenni. Az lenne a következő kérdésem, hogy mit gondoltok, egy szám, az kész van, vagy csak be van fejezve? Most azért nevetünk egymásra, mert amikor idefelé jöttünk, akkor a következő kis lemez anyagának, a három dalnak a már kevert, majdnem kész verzióját hallgattuk, és tettünk megállapításokat. És az Attinak pont ezt próbáltam sugallni, amikor még nem tudtam, hogy nem találkoztunk, hogy személyesen el tudja mondani, hogy mi a problémája, amit még ki szeretne javítani, hogy már majdnem kiejtettem a számon azt, hogy de valamikor el kell engedni a dolgot, és valahogy azt kell érezni, hogy azért többségében itt
az igények, az önös igények, azok már úgy szólnak, hogy az oké. Okay. Aztán utána beültem a kocsiba, és rámutatott, hogy látod? Hát ez. És azt mondtam, hogy igen, valóban, azt ki kell cserélni. Tehát, hogy... Igen, de ezek ilyen technikai apró... Tehát már, csak nem az, hogy mit akarsz kifejezni. Ja, hát a kifejezés az ott van. De a kérdés az, hogy úgy kész van-e oda, hogy még hozzátennél le valamit, vagy... Meg úgy, az arra is utal, hogyha, ahogy említetted, hogy kijön hanghordozón egy szám, és eltelik x idő, két év, hát mit tudom én mennyi. Hogy van olyan, hogy belenyúltok, hogy ez kicsit máshogy kéne, vagy hú, akkor úgy kellett volna. Hát a koncert... Pont ezt kérdeztem, hogyha majd nagy lemez a kis lemezből, akkor újra felvesszük, újra keverjük, vagy így? Hát valószínűleg, hogyha ezek a kis lemezek, azt tervezzük, hogy a fél évente vagy évente megjelenő kis lemezeknek a tartalmát egy nagy albumra szerkesztjük össze, akkor valószínűleg a mastering azt majd egy komplett masteringet kell csinálni. De itt visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, azért arra felhívnám a figyelmet, hogy mint zenészek vagy szerzők, mi azt gondoljuk, hogy kész van, de ahhoz, hogy azt visszahallgatva, akár évekkel később visszahallgatva, mi azt mondjuk, hogy ez még most is vállalható, ahhoz legalább annyira fontos, hogy az úgy szólaljon meg, és ez már egy technikai, amit mondtál, egy technikai kérdés is, és ezért nem mindegy a zenekarunknak a negyedik tagja, aki nyilván, én most így hívom már másodízben, de a Jung Norbi, aki remek gitáros szintén, ő keveri az anyagot, hogy ő is egy olyan érzékenységgel és hittel és hát nyilván tapasztalattal álljon hozzá ez a dologhoz, hogy az számunkra, hármunk számára évekkel később is hallgatható anyag legyen. Van olyan, hogy felvettetek valamit, és most azt mondod, hogy igen, tehát felvettetek egy számot, rögzítésre került. Bocs. És azt mondod, hogy hú, hát azért most ezt már nem így, vagy nem így írnám, vagy kicsit a szövegbe belenyúlnék. Vagy pedig azt mondod, hogy jó, hát akkor most már az maradjon úgy. Ja, mindig van, nem? Hát szerintem is. Szerintem is, és lehet is. Tehát ahogy szoktunk mondani, mert nagyjából mindhárom tag egyfajta pedagógiai munkát is végez már egy jó ideje, ugye tanítjuk is azt, amit csinálunk részben. Ebből fakadóan azt szoktam mondani, hogy ha feldolgozáshoz nyúlnak mondjuk fiatalok, vagy akárki, mondjuk ott végül is a dolog, akkor abban mindig legyen benne az, ami ő. Tehát valahogy helyezze el ebben a feldolgozásban, hogy az a szó szerint értem, hogy feldolgozunk valamit. Tehát az alapmagvát azt meghagyjuk, ugye? Van egy híres sláger, egy Metallica, egy tök mindegy. És akkor de hogy az, hogy, mert erre vannak a tribute zenekarok. Hogy egy az a hangról hangra egyfajta továbbmentése, vagy nem tudom, érték, hagyományőrzési jelleggel egy az egybe adják vissza ezeket a dolgokat, avagy feldolgozzák, mert ez a két dolog, ez teljesen különbözik. És a feldolgozások esetében ugye azért fontos, hogy benne legyen az, aki feldolgozza. Ez nagyon fontos. És hát miért ne lehetne, a kérdésre a válasz, hogyha önmagunktól valamit máshogy gondolunk, alias újraértékeljük egy adott korban, mondjuk egy 10 évvel ezelőtti dalt, 20 évvel ezelőtti dalt is, sajnos, vagy 30, hagyjuk. És akkor maivá, én ezt utána azt a szót, mert az értékes dolgok azok örök értékesek maradnak. Meg ahogy említetted azért, hogyha bele is nyúlnál egy x évvel ezelőtti számotokba vagy számodba, biztos, hogy az a magva, az megmaradna. Tehát nem bontanád le, földig rombolom és újraépítem, hanem valami megmaradna, és arra építkeznél rá. Hát annyira... Igen, egyrészt, másrészt meg miért kell valamihez, amit annyira földig kéne rombolni, az miért kell hozzányúlni, vagy utána nyúlni. Azt
ott kell hagyni, és tovább kell lépni. Jó, provokatív kérdés. Van olyan szám, amit felvettetek és nem játszotok? Hát még nincs, mert a Freudi elszólás még nincs, de már terve van. Igen, mert igazából most készül a nagy lemez, ugye kis lemezek jöttek ki, de a nagy lemeznyi anyag igazából most került rögzítésre, és ehhez képest kétszer annyi dalt játszunk élőben, úgyhogy ezért a még nincs. Nem, csak elkezdem, van egy tracklistátok, és van egy black tracklista, ahol mit játszunk, és mit nem fogunk játszani. Ja, azt is lehet erre, igen. Fekete is. Ja. És azt írtam egy új dalt, de ezt nem fogjuk. Igen, és hogyha rosszban lennénk, azért akkor írtam, személyre, személyes fekete listát is lehet. Te már... Vagy írj egyet direkt azért, hogy... Most játszol utoljára, csak még nem tudtad. Ez az érdekes, ezt még most hallottam először így ebben a kontextusban. Hogy... Ez teljesen természetesen tréfa, de én speciál már hallottam ilyenről. Nem a mi esetünkben. Sőt, olyanról is hallottam, hogy hát ez egy sztori, hogy nevek nélkül, ugye a Novotel... Nevekről a Géza. Ez ilyen akni, meg turné induló csomópont, meg az M3-asnak, ugye ott az a kútja, meg nem tudom. És az egyik ilyen történet a Novotelnél, amikor állnak a zenekarok, és akkor ott lehet találkozni. Szevasztok, ti hova mentek játszani? Mi? Nem tudom. Mindegy. És hát ott rendszeresen lehet ugye a zenekarokkal találkozni, olyan délutáni időpontban, mert mindenki megy vidéki koncert helyekre. És ott állnak a kollégák egy busz előtt, majd ugyanahhoz a buszhoz érkeznek még egyszer annyi, hogy kollega, és akkor megérkezik a fős, és a zenészek így néznek egymásra, azt mondja, ja, már nem ti vagytok. Most ők jönnek. Bocs, akkor... Hát, bocs, elfelejtettem szólni, hogy... Változott a... Szóval azért az kemény. Programotok. Majd nem felejtek el szólni. Jó. Akkor hazamész, milyen volt a koncert? Remek. Most ezek után az igazán provokatív kérdés az lenne, hogy miért nincs itt a Zsolti. Nem lehet, hogy már nem. A Novotelnél van. Nem, azt mondtad, hogy azért nincs itt, mert két év után végre a nejével a gyermekük most tudtak először elutazni, úgyhogy innen is üdvözöljük. Így van. És Vicky Black is aláírja az igazolást, hogy akkor... Hát akkor viszont most már nincs. Mert a gyerek az minden arról és mindig természetesen. Illetve pardon van. Pardon van. Jó. Azt mondjátok meg. Mennyi 7x7? Nem. Azt nem tudom. Provokatív. Nem, az a válasz a 7x7 attól függ. Az én irányomban provokatív attól lenne, az Atti mindent tud, ami mondta. Attól függ. Nem, az lenne a kérdésem, hogy ti hogy látjátok? Beszélgettünk itt még a report előtt, hogy minden átkerül online világba. Hogy az élő zene él még, van még igény élő zenére? Koncertekre? Ez több kérdés volt, mert, jó, akkor mert a van élmény, még hát az ilyen, hogy és van még igény? Hát ez a második kérdés, ez sokkal provokatívabb, mert igény van, hogy ne lenne. A zene az élő, és él. Örökké él. A formája az mindig változik, az egyszer ilyen színű, egyszer olyan színű, ilyen alakú, olyan alakú, de igazából a zene az mindig az élet része volt. Most nem akarok nagyon nagy filozófiai... Bocsáss, még te mit tanítasz? Mélységekben. Ez egy jó kérdés. Én ének hangképző vagyok. Részben. És már az első ember, amikor lejut a tűzhöz már... A Holdra. Igen. Igen, a Holdra. Már ott énekelt. Hát erről van szó, tehát igazából a zene az mindig, tehát hogyha egy fával ütögettünk egy követ, már az is zene tud lenni, hogyha van valamiféle rendszer megtalálható. Szóval a zene az mindig ott van, és én hiszem, vallom, hogy az ember lelki, és lelki állapotához,
olyan szervesen és olyan anyagi szinten, vagy olyan alapvető szinten tartozik hozzá, hogy én mindenkinek javaslom például, aki szomorkodik, aki boldog, egyébként miért sorolom ezeket, ugye? Hát mert ha boldogságunkban hallgatunk zenét, akkor is, ugye amikor jöttünk, de pont erről beszélgettünk, akkor is hallgatunk zenét, ha szomorúak vagyunk, akkor is hallgatunk zenét. Tehát, hogy ez az életünk része, és valóban tudjuk ápolni a lelkünket ezzel a dolga, és kell is. Tehát a zenére mindig örökké volt igény, lesz is igény. Az egy más kérdés, hogy most hol tartunk a tekintetben, hogy milyen helyet foglal el a fontossági sorrendben a zene, a tényleges zene, tehát nem az ipari kellék, a felhasználás, tehát minden videóban megtalálható a zene, mondjuk az online térben is, vagy akár még egy interjú alatt is, meg egy reklám alatt is, meg fölött is, meg nem tudom micsoda. Ez ne keverjük össze a zene hallgatással azért, tehát a zenei funkció az, hogy zenét hallgatunk, hogy a zenével élünk együtt, az nem erről szól. Ilyen tekintetben hátrébb vagyunk, mint a 80-as, 90-es években. Ha olyan jó volt, hogy azt mondtad, hogy ha az ember leül és egy padarodba egy követ üt, akkor az már zene. Van egy bizonyos személy, akit nap mint nap hallgatom, hogy a dob nem is hangszer. Ja, tényleg? Nem tudom. Ki volt az? És most nem mondom. És azt is szoktam mondani, hogy a dobos a zenekar a legjobb barátja. Igen. Vártam. Már nem zenész, vagy még nem közönség, de már nem zenész. Igen. Még nem közönség. De ugyanez az ember, aki ezt mondta, megmondta a választ is erre. Hogy a zenekar olyan, mint a sakk, vagy a sakktábla, hogy elő van, hátul vannak a király, vagy a királynő, elő van a parasztok. Ez nem volt oltás, egy kicsit sem. Nem, nekem a dobra mindig, itt volt a Szikonor együttes. És ugye a Szikonorban van a Hungernek a multimilliós jazz doboz is, akiről írták a Rezső Rudi, ő mondta, hogy mindegy, hogy milyen rockzene, jazz, dob, basszus, ritmusszekció, dallamszekció, ha az rendben van, akkor rendben van. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy sokkal könnyebb úgy építkezni, hogy rendben vannak a dob, basszus és arra, mint hogyha... Hát legyen rendben minden. Tehát az nem baj. Most mondok erre valamit. Én nagyon szeretem, mikor elmegyek egy koncertre, és azt látom, hogy a zenekar hibázik. Valami történik. Nem erről az. Mert a hiba az a része a zenének, tehát bocsánat, az az emberi tevékenység kitüremkedése, tehát nem vagyunk tökéletesek. Pont ettől és érdekes. Ettől nézik az emberek egyébként, nem a hibáért, mert nyilvánvalóan, de az, amikor érződik, hogy valami most történik, máshogy történik, nem így úgy történik, mint legutóbb, stb. Az nyilvánvalóan emeli ennek az érdekességét, az adott szituáció érdekességét. Tehát ez az emberi része a dolognak. De hát ez nagyon, nagyon, nagyon fontos, hogy ugye mindig megy a kontra oda-vissza gondolkodás a tekintetben, hogy a géppel készült zene a zene-e egyáltalán. És én mindig azt szoktam mondani, hogy igen, mert géppel készült, meg hangszerrel játszunk zenét, de azt is ember készítette. Tehát a gép igényű zene, az is valamit szeretne kifejezni. Gondoljunk, egyébként ez nem új találmány, mert a 80-as években is mondjuk a Kraftwerk, meg mit tudom én, tehát bejött egy valami technológia, és ők kifejeztek valamit olyan hangszínen, amit addig még nem hallottunk. Ugyanez igaz a Jimi Hendrixre is. Bejött egy technika, jó, egy emberi tényező, azért ott elég komolyan közre játszott, az azért jó, na mindegy, nem firkálom meg a koncepción, de azért értitek, tehát hogy ott is megszólalt egy olyan gitárhangzás, amit addig még nem hallottunk, és ahhoz is szükség volt egyfajta műszaki. Jó, most egy provokatív kérdés, aztán majd a doboshoz lesz provokatív kérdése. Az a provokatív kérdésem az lenne, hogy szerintetek
attól zseniális ez az egész élőzene, hogy ott van egy darab fa, rajta pár húr, és mindenki, aki megfogja, picit máshogy csinálja azt, amit csinál. A kérdésedben benne van a válasz, igen. Akkor hülye kérdés volt. Nyilvánvalóan, én már várom a nem provokatív kérdéseidet, mert lehet, hogy azzal fázunk meg, ideig mindegyik provokatív volt. Hát igen, tehát nyilvánvalóan ugye azt fejtegetjük, hogy miért ebben a trióban, miért ez a három ember játszik. Azért, mert én azt hiszem, hogy ez a három ember tudja azt kifejezni, amiért létrejöttünk. Erre visszatérünk, de most akkor lenne, ahogy mondtam, a dolgos, egy provokatív kérdésem. Te takra játszol? Felvételnél? Élőben felvételnél általában, hogy van ez? Felvételnél igen, élőben nem. Többnyire nem. Ha kérik, igen, de jobban szeretem, ha nem. De semmi bajom a takkal, tehát... Nem csak, ugye ez is egy, engem mindig érdekel, amikor dobossal beszélgetek, hogy én úgy bontottam le magamnak, hogy két nagy dob irányzat van. Az egyik a John Bonham-féle, Led Zeppelin-féle, aki megy a zene után, figyel, beüt, tehát abszolút aláteszi magát. Mellette persze pontos, de és van a másik, kicsit itt most a Rolling Stones, aki üti azt, amit üti, aztán majd játszanak, amit játszanak. Tehát, hogy... Általában megyek utána, többére szeretek utána menni. Egyébként az a triónál nálunk, ez jót is tesz a dolgot szerintem, de mindenki. Hát ez így van, és ez megint zenei kérdés, mi a produkció? Tehát újra visszakanyarodva a triókhoz, nem elképzelhetetlen lenne egy konstans, takjeles dobolásra, érzelmeket és olyan impulzív játékot rátenni, ami mondjuk más, mondjuk egy diszkó nótánál, vagy egy mit tudom én, Rammstein muzsikánál valószínűleg még zavaró is lenne. Mert ott az a fajta szögelés az alapigény, tehát és ezáltal jó. Tehát és ha globálisan megint visszakanyarodunk a nagy zenei globuszhoz, akkor ez a zseniális a zenében, hogy ez a sokfajtaság, ez a sokszínűség, ez a sokfajta zenei önkifejezés, ez mind jó tud lenni. Erre szoktuk azt mondani, már aki ezt vallja, hogy nincs rossz zenei műfaj egyáltalán, csak gyengébb muzsikás. Tehát a jó zenélésből az tök mindegy, hogy milyen műfaj. Én szinte mindig akkor játszottam takra élőben, amikor egyéb dolgok is megszólaltak. Tehát ott ugye muszáj volt technikailag, nálunk erre nincs szükség. Igen, ahol szemplereket küssöd, ott elkerülhetetlen. Igen. Mennyire van benne a játékotokban az improvizáció? Hát az nem igaz, nem jellemző. Hát most a műfajra nem utalnék, mert akár lehetne is. Itt igazából nem műfaj kérdésről van szó, hanem inkább a dalszerkezet az, ami határt szab ezeknek a dolgoknak. Tehát ahol a muzsikát a dalok határozzák meg, ott viszonylag szűk szegmens marad arra, hogy hosszabb improvizációs etapok bontakozzanak ki, de nem úgy, mint a mondjuk akár a jazz műfajában, ami kifejezetten improvizációs műfaj. Miért? Tehát azért, mert van egy téma, egy árész, amivel megismerkedünk a dal elején, és aztán utána abban a pillanatban, ahogy az első lehetőség adódik, eltérünk és elkezdjük kibontani, és ott az egy improvizációs hívek. A dal szerkezetű típusú zenéknél azért erre kevesebb lehetőség van. Ugye, vagy megvan adva konkrétan egy gitárszólónak a helye, vagy egy billentyűszólónak a helye, vagy akár dobszólónak a helye, és akkor azon belül lehet, de
ugye itt azért mégiscsak a popularitás megjelenik olyan szempontból, és még a rockzenéről is beszélünk, hogy ezt a műfajt azért mindig körülölte a média. És a média mindig sajnos vagy nem, de formálja a zenei műfaját ennek a dolognak, és amikor arról volt szó, hogy eleinte az 5 perces dalok már hosszúak egy rádiónak, legyen csak 4. Aztán most már a 3-nál tartunk, és abba se legyen semmilyen szóló, mert akkor az zavarja, vagy rábeszél a műsorvezető, vagy voltak ilyen időszakok itt. Tehát ez mind formálja ezt a műfajt, és nyomot hagy rajta egyébként. Amit mondtál, azzal a roppagoda maximálisan nem érte egyet, hogy rádióbarát zenéket kéne írni, mert azt gondolom, hogy minden zenekarnak, minden zenésznek hagyni kell, hogy meg tudja magát valósítani, mert ha beszűkítjük egy körbe, hogy ezt vedd ki belőle, azt vedd ki belőle, vagy úgy főzünk, hogy megpróbálunk recept szerint, hogy ebből 2 deka, abból 3 evőkanál, nem. Tehát azért maradjon meg az, amit a művészet. Ez jó. Annyival egészíteném ki, hogy ez egy törzsfejlődésnek a része, amiről beszélsz, hogy amikor művészé lesz valaki, és meghaladja azokat a paneleket, amik alapján eleinte örül, hogy össze tud eszkáválni egy dalszerzeményt, egy verze-refrén, szóló-refrén, után, és most nem a szerkezetre utalok, hanem a maga örömére, hogy ez egyáltalán létre tud jönni. Tehát amíg ez a szempont, addig nem baj, hogy vannak szabályok. Az utána következő időszak az a sokkal izgalmasabb, amikor egy zenekar, vagy egy előadó, vagy egy zeneszerző meghaladja ezt a fajta önmagából fakadó igényt, és azt mondja, hogy kérem szépen, én most akkor elkezdem ezeket a falakat széttolni, és ezt feszegessük, és lépjük túl ezeket a határokat. Na, az már egy másik fejlettségi szint a zenei evolúcióban, és e tekintetben baj, hogy a médiák ezeknek a próbálkozásoknak valami kevés helyet biztosítanak. Hát mi megpróbálunk helyet biztosítani, tehát van a roppagoda mindenkinek csoport, ahol ezeket mindenki feltöltheti, hogyha van olyan száma, mert én azt gondolom, hogy nagyon van az a mondás, ez az én véleményem, hogy sok jó zenész nem sztár, sok sztár nem jó zenész. Tehát jó, haladjunk tovább, nem ez volt a lényeg, viszont mondtál valamit, amire mondanék, ez megint az én véleményem, hogy a fejlődés az úgy is lehet fejlődés, hogy visszafejlődés. Tehát van, amikor a dolgok egy kicsit elérnek. 80 után már mi is szerintem, hogy vissza fogunk fejlődni. Tehát én már most érzem magam, hogy jöttem a lépcsőn. Nyugodjatok meg, csodás legyen, szerint én már régen visszafelé haladok, de... Jó, de a feleségeink máshogy látják ezeket a dolgokat. Reálisan. Okay. És az utolsó szó a miénk, ugye? Igen, drágám? Ezt gondoltam? Igen. Szóval, a másik pedig, hogy ha megengeditek, teszek egy saját, még egy megjegyzést. Egy kicsit az ember, ahogy a korral halad előre, akkor olyan lesz, mint az a bonzájfa, ami kezdi leszedni, ami nem fontos. Hogy ami fontos, az kapjon. Tehát az fejlődjön, ahogy mondtad. És talán ennek is része ez a fajta, hogy már nem fontos, hogy ez megfelel. Már nézzük meg ezt, és akkor új... Kérdés, kellenek az új utak egy idő után? Új benyomások? Neked kéne egy új benyomás, úgy láttam, addig. Kávé. Te nem kávézom, csak én kávézom. Hogy hát igen, a hatások azok nem baj, hogyha vannak. Tehát minden apróság új zenei hatásnak minősíthető. Tehát ami együtt muzsikálunk, akkor mi biztos, hogy hatással vagyunk egymásra, nem csak
kölcsönhatással, hogy hátba dobverővel, vagy nem tudom, hanem zenei értelemben is. És ez örökké ott lesz. Tehát az emberi tényező az önmagában a hatás-kölcsönhatás alapján működik. De amire te célzol, az megint csak annak a folyamatnak, hogy akkor azt folytatnám, annak a törzsfejlődésnek, amit az előbb boncolgattunk, annak a következő lépése. Hogy és amikor kibontottuk, és minden irányba széttoltuk a falakat, és már burjánzott minden irányba, akkor ugyan ennek a történetnek a törzs továbbfejlődése az, hogy elkezdjük metszegetni. Ugye, erre szokták mondani, hogy a thrash metalt, a Metallica, Master of the Puppets kimaxolta, és elindult visszafelé, és nagyon jó, tehát az ő korai dolgaikon jól látszik ez, amit mondasz. Azt mondd meg, mikor az X generáció megír egy számot, lementek. Először eljátszátok úgy, ahogy szeretnétek. Az milyen érzés? Valószínűleg először nem úgy játszunk, hogy szeretnénk. Hát igen, nem az igen. Meg olyan, amikor még kétségekkel van tele az ember, hogy ez már az, amire eredetileg gondoltak. Valószínűleg sosem az. Sosem az, de mindig, tehát, hát igen, ez egy nagyon jó és bonyolult kérdés, és nem lehet egyszerűen válaszolni. Az a helyzet, hogy én vallom azt, hogy amikor az alapötlet megszületik, az a pillanat az annyira fontos, hogy igazából azért érdemes azt rögtön rögzíteni, mert attól biztos, hogy el fogsz kanyarodni valamilyen szinten. És amikor már annyira benne vagy, hogy mint amikor a Munkácsinak a Jézus trilógiáját nézed, hatalmas képek, hogy a három elképesztő méretű kép, csodálatosan kimunkált, de azt fél méterről nézed, akkor maximum egy ecset pamacs nyomot látsz. Tehát ahhoz 10 métert hátra kell sétálnod minimum, hogy lásd az egész képet. És amikor ennyire benne vagy a munkában, akkor kell egy pillanatot hagyni ennek a dolognak, hogy el tudj távolodni tőle, hogy ráláss arra, hogy na most akkor mivé lett ez a dolog? És olyankor szerintem nem rossz, hogyha van ilyen felvétel, vagy ilyen kotta, hogy az eredeti pillanat, amikor megszületik az energia, az a, hogy hívják, az benne van-e ebben a kimunkált, cizellált valamiben? És hogyha benne van, akkor oké. Ha nem, akkor valamit elvesztettünk, és akkor érdemes lehet újra gondolni a dolgot, hogy valóban oda került-e, ahol indult. Nálad melyik születik előbb, a szöveg vagy a zene? Hát nálam minden esetben a zene. Már csak azért is, mert az én egyik másik funkcióm, ugye a zeneszerzés, mint szakma, az jelen van az életemben, és engem elsősorban zeneszerzőnek alkalmaznak, hogyha külső megkeresés van, akkor így jutok az eszükbe az embereknek, és ez jól van így, mert én ugyan én írom a szövegeket az X-generációban, de ez egy kényszerhelyzet, tehát leginkább. Illetve nem kell olyan sok gondolatra rezonálni, hogy az a tudás, ami egy szövegírónál a szakma magvát jelenti, az jelen legyen. Tehát nekem elég megfogalmazni értelmesen és szakrálisan néhány gondolatot. Erre talán képes vagyok. De azért is nem vagyok szövegíró, mert a szövegírás az egy szakma, tehát azt ugyanúgy tanulja, fejlődik, ugyanaz a törzsfejlődés, mint amit zenében leírtunk, és erre én se időt nem szánnék, se nem tartom magamat különlegesen tehetségesnek e tekintetben. Trunkos András mondta, amikor beszélgettünk a szövegírásról, azt mondta, hogy semmiről nem szól az egész, legyen benne egy szlogen, amit meg lehet jegyezni. Van benne egy szlogen, azt megjegyezzük, a többi azt már csak az. Igen, ez régi olyan, ilyen régi idők
szövege, amiben van igazság, persze nyilvánvalóan ő könnyen beszél, mert régen ezt úgy mondták a hungarokon, most nevek nélkül, még a rendszerváltás előtti időszakban volt szerencsém, nem tudom, fények miatt látszik, hogy... Nem láttam, nem is éltél meg akkor. Nem is, nyilván. Hogy azt mondták nekünk mindig, hogy na jó, de mi a bemondás? Tehát ez a fajta bemondás, ez igény volt régen is, és ez nem volt baj. Tehát legyen egy nagyon karizmatikus üzenet, ami úgy van megfogalmazva, ez lehet egy sor, egy szó, ami a lelkemet megszólal, és ami alapján első blikre, és aztán folyamatosan azonosítani fogják a dalt a hallgatók. Tehát, hogy kell ez a bemondás, mert anélkül nincs sláger. És aztán, hogy ez hogy van kifejtve, az a szövegíró egyéni tehetsége alapján, és hát ott is ugye a szempontok. Mert meg lehet írni zseniálisan úgy szöveget, hogy semmiféle nagyobb költői minőség nincs benne, mert az a cél, hogy teljesen hétköznapi legyen. Nagyon profán és nagyon egyenes és azonnal ilyen betalálós. De van, amikor van idő arra, a számból fakadóan, vagy a felkérés, vagy az előadó mi voltjából fakadóan, hogy ott egy cizellát a környezetben legyenek kifejtve dolgok. Azt jutott az eszembe, hogy emlék volt karácsony, és rádióban hallottam, nagyon szerettem a Queen-t, és a Freddie Mercury-nak volt egy Christmas száma. Sokan vagyunk kérdeni. És 50-szer van, hogy Christmas, oh, I love Christmas, Christmas. Tehát most, hogyha lefújtanánk magyarra, akkor mi karácsony, imád karácsony. Tehát semmiről nem szólt. De ahogy ő előadta. És itt a következő kérdés. Hogy tudott-e összeegyeztetni az énekes? Tehát mi van? Énekes basszusgitáros, vagy basszusgitáros énekes? Hát énekes basszusgitáros egyértelmű. Bár van olyan zenekar ma is az életemben, ahol kifejezetten basszusgitáros funkciót töltök be. De az egy másik szerelem okán, de én énekes vagyok. Az egy más kérdés, hogy azokat a gondolatokat szeretem az alaphangok tekintetében is kiszolgálni, amik megszületnek bennem. Erre mennyire vagyok képes, az egy más kérdés, de azért én azt gondolom, hogy igyekszem megfelelni e tekintetben is a célnak, de én mindig a dallamok irányából közelítek. Az egy érdekes dolog, ezt többen pedzegették, hogy a basszusgitáros, tehát hogy hány olyan basszusgitáros van, aki énekel, vagy hány énekes basszusgitárost ismerünk, aki remek, most számtalan példát lehet mondani, a Mr. a Richard Page, vagy a Richard Bona, vagy a Richardokat adunk, vagy a Sting, vagy tehát számtalan példát lehet mondani erre. Nyilván más hangszerre, gitárral is, meg egyéb. De én azt vettem észre, hogyha már ennyire szakmai a beszélgetés, hogy azért a basszusgitár ugye funkcióját tekintve, mint a harmónia alaphangok és környéke, tekintetében azért meghatároz egyfajta a harmóniáknak az alaphangja tekintetében egy olyan funkciót, ami a dallammal kiegészítve már harmonizál is. Tehát, és ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye ilyenkor szoktam megkérdeni, hogy amikor szóló van, akkor te a ritmus szekció vagy a dallam szekciónak vagy a része? Érdekes, hogy a harmónia alaphangként definiáltad, mint funkciót, közben meg a többség a dobban hozzá összefüggésbe a összesutárt. Hát és valószínűleg is a válasz, mert vannak pillanatok, amikor, hát ugye, és itt megint ugye az együttzenélés. Tehát, hogyha már kacsintásos üzemmódban vannak a zenészek, és ez azt jelenti számunkra, hogy mások is értsék, hogy egyfajta olyan összhang van, hogy arról nem kell beszélni. És mondjuk a gitárszóló egy olyan irányba halad, ahol fontos az, hogy már ne csak a
a ritmus szekció szerepet töltse be a bőgő, akkor azt meg kell lépni azt a pillanatot. De azért alapvetően nyilvánvalóan, hogy ritmus funkció, az attól nem lehet eltekinteni. Volt itt a The Age nevű zenekar, és ott hangzott el a dobostól, hogy amikor ők is trióba játszanak, hogy amikor a szólók vannak, és a basszusgitár egy kicsit a dallamot játsza, akkor az ő feladata annyiba kerül, hogy nagyon feszes alapot kell hozzon, mert akkor kicsit átveszi azt a funkciót is. Nem tudom, ti ezt hogy látjátok. Biztos igaz. Ez egy igaz. Ez egy igaz megállapítás. Annál is inkább, mert valamelyik kollega szólózik. Tehát, hogy az egy olyan felelősség, hogy számára egy biztos hátteret nyújtsunk. Most felelősség nyilván az ő szempontjából is, hogy tevékenységeket játszom. Meg azért ott is a dallam, azért ez egy fontos, mert te emlegetted a Queen-t, és ott egy olyan gitáros ugye szerepelt az elejétől a végéig, és a Brian May mai napig áll a jó ének, megvan, hogy ott, és még mondhatnánk jó pár más zenekart is, akár a Europe-ot, ott is olyan, nem is egy olyan gitáros volt a zenekar életében, hogy elmész a koncertre, és a közönség a gitárszólót énekli. Tehát ott nem csak az van, hogy tűvé tesszük a hangszert, és hány 64-et tudunk adott másodpercen belül, de az is biztos jó, de amikor egy gitárszóló arról is szól, hogy olyan melódiák szólalnak meg, amit mondjuk a közönség be tud óvégatni, mert annyira dalmas, és annyira a dalnak a jegye, akkor nagyon fontos, hogy a dobos meg a bőgős mit csinál, mert ez nem, itt elég, nem lehetünk kevesebben igazából, tehát a két ember már nem zenekar. Főleg ezekben a műfajokban. Igen. Azért vannak szabadabb, kötetlenebb műfajok, ahol ha ketten elszállnak, akkor már néne szálljon a harmadik is. Ja, persze, de hát most azért mégiscsak a rockpagodában vagyunk. Igen. Nyugodtan lehet arról, hogy beszélni, ugyanis ahogy az elején beszéltük, a rockpagoda értéksemleges, szerintünk nincsenek stílusok, meg zenekarok vannak, és egy zenekar vagy jól tud működni együtt, a tagok jól tudnak, és olyan produktumot hoznak létre, ami érdekes, izgalmas, egyedi, vagy nem. Tehát ez a két lehetőség van. Mi azt gondoljuk, hogy igazából ma már alapvetően stílusokról beszélni. Lehet, hogy úgy valahova belője az ember, hogy rock, hard rock, heavy metal, thrash metal, de tessék játszani, és majd a néző eldönti, hogy az neki tetszik, vagy nem tetszik, vagy a hallgató, ennyi. Pontosan egyetért. Tehát egy kicsit mi így gondoljuk. Viszont lenne most egy provokatív kérdésem, még nem mindig viszont. Hozzád. Ez tényleg egy... kettő provokatív, ez az első egy szakmai, a másik egy kicsit inkább ilyen... Most már picit lazítsunk, mert nagyon szakmára átmentünk, aztán lehet, hogy esetleg van, aki azt mondja, hogy hű, már ezek ilyen komoly emberek, és nem. Na, szóval az első kérdésem az. Csak ő. Amikor énekelsz, akkor a basszusgitáron nagyon provokatív leszek. Egyszerűbb témákat hozol, vagy ugyanolyan bonyolultakat, tehát ez hogy néz ki ilyenkor nálad? Én nem is tudom, hogy képes vagyok-e bonyolult témákat basszusgitározni, de én nem... Van olyan szerzeményünk, ahol kihívást jelentett az, hogy az ének témához képes legyek eljátszani, vagy fordítva, tök mindegy. De ez itt jön az a szomorú tény, hogy a gyakorlás az meghozza az eredményt. Nem az a szomorú, hogy a nem gyakorlás. Hát nem. Hát az sokkal szomorú. Tehát azt mondanak őszintén, ha veszek egy gitárt, és berakom a sarokba, attól még nem vagyok zenész. De. Nézd, attól függ, hogy... Tehát, értem a kérdést. Most gondolkozom, hogy lett nálad? Ne, hogy volt először a... Melyik sarokban melyik gitár? Tényleg. Szóval az a helyzet, hogy én nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy a média szerepéről már volt szó. Igen.
De ugyanennyire fontos lenne például az amatőr szférának a felkarolása. Ez azért is mondom, mert egyrészt vannak emlékképeim arról, hogy ez már volt egyszer, és ennek volt értelme. Azért lenne nagyon fontos, mert amikor elkezd valaki a hangszer vásárláson töprengeni, és meg is lépi ezt a dolgot, és nem csak a sarokban akarja tartani dísztárgynak, akkor előbb-utóbb zenekart fog alapítani. És ezeknek a zenekaroknak meg kell mutatkozni valahol, mert ez egy olyan műfaj, hogy és viszonylag károsnak tartom részben azt a technológia fejlődésével, hogy ez a YouTube gitáros már-már fogalomkörnek a címe szokott lenni, hogy a YouTube gitáros. Hát az azt jelenti, hogy soha életében nem látta senki élőbe játszani. Nagyon ügyes, bekamerázza magát, odaül, eszméletlen, kigyakorolja azt a nem tudom, fél verzét, vagy nem tudjuk, mennyit szólót, valakinek a szólót, és nagyon is eljárt, hogy hűha. De a zenén is az nem erről szól. Szóval dalokról szól, és ez, amikor egy kezdő zenekar már el tud játszani három dalt, vagy mi legalábbis így voltunk még a 80-as évek közepén, akkor azt meg akarná mutatni valahol. És erre kellene egy sokkal komolyabb is szervezet, valószínűleg egyébként központilag támogatott módon, ügyesen és tehetségesen támogatott módon létrehozni vidéken is, és Budapesten is olyan programokat, amik támogatják az amatőr szférát. Egyrészt itt akkor előbukkanna néhány különösen tehetséges gyerek, aki tovább lehet fejleszteni. És akkor meg is érkeztünk a tehetségkutatás témaköréhez, mert ez az igazi tehetségkutatás. Nem az, ami a Fix Max Torban, meg a nem tudom milyen Max Torban van, mert az show műsor, az egy önös kereskedelmi érdek. Ez lenne az igazi tehetségkutatás. És akkor ezek az, ahogy a Kimi tudom föltűnt gitáros, ma már 20 éve a bikini gitárosra vagy, mit tudom én. Ugye? Tehát, hogy ez egy igaz és működő történet. Egy, kettő, ad egy olyan élményt sok ember számára a zenélés, ahogy kezdtük a beszélgetést, ami az értelme a zenének, hogy örömöt okozzon. Ne csak annak, aki kapja, hanem aki adja, annak is. És akkor a gondolatmenet vége az az, hogy nem muszáj profivá válni. Vagy miért kell, hogy nyomassza az embereket az, hogy most az ciki, hogy ott áll fél éve a falnál a gitár. Nem ciki. Örüljünk annak, hogy ott van, és hogy néha megfogja, és örömöt okoz saját magának, vagy a családjának, vagy stb. Vagy elmentek egy amatőr zenekarok fesztiváljára. Tehát én ilyen szempontból sokkal többet fektetnék az amatőr szférába, és ez mindenkinek jó lenne. Egyrészt nem nyomasztana senkit az, hogy most hú, de ciki, nem merem megmutatni, hogy hívják. Miért ne? Miért ne? Tessék, csak megmutat. Ez az értelme. Ha erre vannak helyek, és normális adottságúak. És akkor csomó ember számára ez egy örömforrás lenne. Lehet, hogy nem válna belőle profi, de a gyerekének ugyanúgy venne egy gitárt, mert az már számára egyszer fiatal korában örömet okozott. És akkor megint nyertünk egy lelket a zenének, mert ő biztos, hogy meg fogja mutatni azokat a zenéket, amiket ő hallgatott, azokat a hangszereket, amikkel ő baráti viszonyban volt, stb. És akkor ez az értelme a dolognak. Ez egy nagyon fontos dolog, arról nem beszélve, hogy a profi szféra számára megtartanánk egy olyan magot, egy olyan zeneértő közönséget, amit ugye egy időben vájt fülű közönségnek csúfoltak, meg nem tudom micsoda, akik tényleg értékelnek esetleg a magasabb szintű muzsikálást is.
Egyébként, amit mondasz, az a egyetértek, és még egy... Még ha szomorú is. Nem, de... De hihetetlen, hogy az volt a kérdés, hogy egyszerűbb témát játszol, amikor... Nem, hanem oda akarok kiukadni, urak, hogy amikor én zenekarban voltam, alapvetően vagy a dobossal voltam egy kocsi, amikor mentünk fellépni, vagy a basszusgitárossal. És amikor hangszer specifikus sem hallgatsz, hallgatsz számára. Mert voltatok, és két kocsitok is volt, nem egy barkasz. Nem, egy kocsink volt, csak a cucc úgy férje, hogy a kettő. Akkor ugye mindent vinni kellett, tehát akkor nem volt olyan, hogy csontra mindent. És most is. És teljesen más, amikor basszusgitárossal hallgatsz egy számot. Mert olyanokra tudja fölhívni, amit nem hallasz, és egy idő után rááll a füled. Vagy ha a dobossal, olyanokat tud mutatni. Aki volt a dobosunk, az nagy Led Zeppelin, Uriah Heep, rajongó volt, Deep Purple, tehát egész hú, tehát olyanokat, Rush, tehát olyanokat tudott mutatni, amit az ember soha nem hallgattam volna. És innentől kezdve máshogy hallgat zenét. Most visszatérve, mondtam, hogy lesz még egy provokatív kérdésem, ez pedig az, hogy szokták mondani, hogy a zenészek el tudnak bújni a hangszerük mögé, a frontember nem. Te milyen frontember vagy? Hát nem tudom, ez a közönség dolga lenne. Nem kell kikerülni a kérdést, tessék. Azt mondja, zseniális, fantasztikus, és felszántom a színpadot. Ennyi. Én szeretem azt a szituációt, hogy egy kis térben vagyunk. Én szeretem a klub filozófiát. Szeretem azt, hogyha szemkontaktusban tudunk lenni, hogyha meg tudjuk szólítani egymást. Tehát én szeretek beszélgetni a közönséggel, vagy reagálni, akár szóban is, nem csak zenei értelemben. És egyfajta provokációt, most én alkalmazom ezt a szót, szeretem provokálni is őket, és szeretem azt, hogyha van valamiféle plusz kontaktus köztünk. És persze nyilvánvalóan azt is szeretem, hogyha ez nem tud létrejönni, mert fesztiválon játszik a zenekar, ott nyilvánvalóan ez lehetetlen, mert egy több százas tömegnek nem tudsz személyre szóló üzenet, meg hülyén is néznek ki marhára, ugye, hogy mit személyeskedik ez az alakot. Ugye? Tehát igazából minden térnek megvan a sajátos hangulata, amiben máshogy kell viselkedni neked, mint előadónak is. És én ezeket szerettem. Valakit feszélyez az, hogyha nagyon össze van zárva a közönséggel, mert jobb, ha káposzta fejeket látunk magunk előtt, és akkor mi önmagunkban vagyunk, és csak úgy küldjük a hangot, de mondom, én szeretem ezt a fajta, hát nyilván korlátokat szabva az ilyen személyes agyhívjákoknak, kontaktusoknak, de azért lehet provokálni az embereket. Én azt szeretem. Egy olyan vagyok. Vannak. Tudod magad? Tényleg, kifejezetten alkalmas erre a kommunikációra, ami itt is látszik egyébként. Nem, eddig nem tűnt föl, alig beszélt. Ugye? És az Atti adott is sűrűn malmozik. Jó, hát én ezért vagyok dobos. Akkor megkérdezzük a dobost most, hogy így nem hallja senki. Milyen frontember? Milyen frontember? Nagyon jó frontember. Kommunikál a nézőkkel? Kommunikál. Lemegy, fesztiválokon erre... Megcsapkodja a basszusgitárával, hogy ébredjetek már aztán. Igen. De ez nagyon jó. Vannak megírt szövegei előre, amiket itt szokott mondani, felvezetők a számok között, vagy spontán? Azt nem tudom. Azt viszont ő tudja. Hát te hallod. Nem úgy tűnik, mintha megírná egyáltalán. Tehát nem a 26. fellépés ugyanazt hallod, és mondod, hogy már kéne már ezen változtatni. És már meg, hogy nem kecsegerő csögén vagyunk már, az első volt. Tehát ez a... Hát most megint azt kell, hogy mondjam, hogy ugye produkciója válogatja. Uh-huh. Tehát engem, mi a 90-es évek elején volt egy gyerek zenek, szinte egy, hát nem lehet gyerekek voltunk, zenekar, ami a Vedda előzenekara volt. Több ízben, egy hosszú ideig. És,
És még, nem csak ebből fakadóan, de végighallgattuk ugye az ebben. Igen. És azért ott egyfajta szerkesztett módja van a kommunikációnak. Halálprofi a Pataki, tehát lelkalappal. De bizonyos fordulatait már előre be tudtuk mondani, és szerintem ezzel a közönség is így volt, de ezt ezért szerette. Ezt vártam tőle. És ezt várta. Tehát ez, ha nem hangzottak volna el ezek a varázsszavak, varázsmondatok, akkor azt hiányolták is volna. Tehát ilyen szempontból, robban a Coca-Cola, hogy ilyen szempontból ugye megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy produkció kérdése. A mi produkciónk az szerintem nem az előre megírt konferenszok zenekara, nem ezt igényli. A tracklistátok milyen? Változtattok attól függ, hogy hol léptek föl? Kis klub? Igen, most például Szlovákiában játszottunk, és ott kitaláltam előtte, hogy leültem a gépelni, miatt indultunk, hogy a tracklistát kinyomtassam, és ugye a Windows az ABC sorrendbe rakta azért. És mondtam, hogy milyen jó az így. Tök print. Ez a gyerekek közé. Akkor ez lesz a műsor, mert hogy hívják. Szerencsés volt nagyon, mert nem úgy írtam, mert például az 1001 című dalunkat, azt számmal írtam. Ezért előre rakta. Mert az E betű... Az első dal, a második. Ja, a második. Igen, azzal még lehetett volna manipulálni. Blurnek volt song 1, song 2, song 3. Ja, igen. Minden eszek. Azt mondd meg, amikor összeállítotok egy ilyen tracklistát, abba van-e olyan konstans nyitó és záró dal, amit mindig eljátszatok? Vagy bónusz dal, amit el szoktatok játszani? Vagy mindig változik, amivel nyitotok? Zárónak jó a végső állomás. Igen, igen. A vége az adja magát, meg az egy olyan dal is, a végső állomás, hogy nem véletlenül ez a címe, és nem véletlenül ott helyezkedik el a műsorban. De az elejét azt szeretjük változtatni, mert egyébként is ilyen újító brigád vagyunk, tehát nem ragaszkodunk ahhoz. Meg inspirál a helyszín is, bevallom szintén. Tehát amikor látom, hogy hol fogunk föllépni, akkor az is még tudja befolyásolni, hogy és mi a műsor szerkezet. Közte már nem szoktunk. Tehát, menet közben már nem szoktunk, tehát játék közben. Van bevonuló zenétek, koreográfiátok, ilyesmi? Az Ati táncol egy tütűben. Az teljesen jó. Apropó, tütű. Egyenruha, valami image, megjelenés? Nincs. Én vallom azt, hogy több olyan produkcióban vettem részt életem során, ahol egyrészt nem is kérdezték meg, hogy mi a véleményem a fellépő ruháról. Tehát odaadták, és ezt kell felvenni, és kész, és akkor azt kell felvenni. Jó, de hát az egy olyan viszony volt, meg egy olyan szituáció, meg olyan produkciók. Én ez esetben azt vallom, hogy ahhoz, hogy a komfortérzetünk tetőfokára hágjon, azért az fontos, hogy ne szabjuk meg egymásnak, hogy miben lépünk föl olyan tekintetben, hogy az diszkomfortérzetet eredményezne. Az én gondolataimban van néhány olyan előadó, akiket szeretek is, meg sokszor láttam, mint például a Bryan Adams, meg... Ha kimegy egy fekete pólóba, egy farmer nadrágba, ez örök életében így volt. Szupersztárról beszélgetünk, nincsenek ruhában megmutatott alülök, hanem egész egyszerűen valószínűleg ez a mondani való, hogy figyelj, nem erre kell fókuszálnod, hanem arra, ami most történik, három és. Nagyon tetszik, amit mondasz, mert 90-es években színháznál is voltam, színházban is voltam, már úgy, hogy asszisztens voltam, munkatárs, meg színészkedtem, és kamaraszínház. És volt egy-két darab, ami akkor én újító szellemű volt, ami azt jelentette, hogy kijött az illető, és ilyen csiricsáli ruhákba, Csehov, madarak,
víz folyt, csiricsári ruhák, amit akarsz. Kijött a Rátóti Zoli, lila ruhába, hát borzasztóan nézett ki, elkezdte a monológot, és megszűnt a ruha. Megszűnt, ami körülötte volt. És már csak ő volt és a monológ. Tehát amit mondasz, a produktum felül tud írni mindent. Hát egyrészt felül tud írni mindent, másrészt ugye üzenni tudunk. A színház az egy összetett helyszín. Tehát ott ugye a színész is egy szegmense a dolognak, egy másik jelentős szegmense, hogy mi a darab, ugye, mi a szöveg, vagy mi a zene, hogyha a zenés színházról beszélünk, és ezek mind egymásra rakod, akkor a rendezőnek az a önálló elgondolása, hogy ez egy mennyire autentikus dolog. Ebbe bele lehet menni, ez messzire vezető beszélgetés, ugye nekem is azért van színházi a hátterem ezzel kapcsolatban, úgy alakult az életem, hogy egy időben főleg a színház tette ki a hétköznapjaimnak a 100%-át, de az a helyzet, hogy a színház az egy olyan másfajta struktúra, amivel lehet, hogy ez a lila ruha, én nem láttam ezt a darabot, de ez olyan üzenet akart lenni, amit fontosnak gondolt valaki, még hogyha mi nem is értünk egyet, nézők minden egyes gondolattal, de valóban ilyenkor jön az, amit te mondtál, hogy de a mű, vagy az előadója, az felülírja ezeket a hozzáadott gondolatokat, és lehet, hogy bizonyos részével nem értünk egyet, de azért alapvetően mégiscsak értékes este volt, mert olyan előadást láttunk, olyan előadó művészekkel, olyan interpretációban. Mielőtt rátérnénk a Vicky Black ki vagy te kérdésére, lenne nekem még egy kérdésem, amit föl szoktam tenni zenészeknek mindig. Nektek is, bár most egy kicsit fura a helyzet. Ez az szokott lenni a kérdésem is, mert egy picit, hogy mondjam, egyszerűsítem. Minek látod magad? Oroszlán. Nem. Ugye, akik itt voltak nálunk, azoknak a 160-170 riporton vagyunk túl, ebből eddig négy zenész volt, aki ebből élt. Tehát ez volt a fő foglalkozása. Ti hogy látjátok? Hogy látjátok magatokat? Lehet ez fő foglalkozás? És akkor az vagyok inkább, vagy pedig valaki, aki dolgozik és mellette csinálja, vagy zenész vagyok és mellette dolgozom, hogy ezt csinálhassam. Hát ez filozófia kérdése igazából megint csak, mert mit tartok fő foglalkozásomnak, akkor ezt kell dönteni először. Mert ugye, ha valaki fő foglalkozásának tartja a zenélést, de ahhoz, hogy megéljen, vállalkozásai vannak például. Mondjuk ilyen az Attila szerintem, akinek fő foglalkozása a zenélés, mert egy remek muzsikus, és ez a zenekar, ez úgy tudom, hogy fontos neki az életében, tehát egy központi helye van, de ettől függetlenül neki vállalkozásai vannak, és hogy hívják meg, valószínűleg ez is egy kiteljesedése, nem csak pénzszerzési forrás, hanem egyfajta kihívás is az életében. Ilyen speciál, megint csak nem tudom azt mondani, mert ugye ha pontosítjuk a kérdést, vagy leszűkítjük arra, hogy az X-generációból lehet-e élni, nem lehet. Mégis zenészként élem a hétköznapjaimat, mert ahogyan a Dezsi Zsolt is, a gitáros, akivel már esett szó, számtalan produkcióban gitározik, mindenféle ismert zenekarban, ahogy én is, betöltünk más zenekarokban, ellátunk funkciókat, és gyakorlatilag ő is, és én is mondhatjuk azt, hogy a zenélésből élünk. A profizmus, meg a fő állás témaköre, az ugye szerintem nem ezen múlik, hanem, mint azt, hogy előbb említettem, az a fajta filozófia, hogy mi milyen helyet foglal el az életedben. Ki tudjátok kapcsolni a zenét? Hát nem tudom. Úgy értem. Nem, de
Te tényleg azt mondtad, hogy főfoglalkozásom nekem a zene? Igen, szerintem filozófiai... Mert amikor a kérdés hangzott, én pont azt értelemben, mondom, hogy én hobbi zenész vagyok. Na most ez egy más kérdés, ez egy hobbi újabb értelemben. De a maximum hivatás, de foglalkozásnak nem. Ja, hát a megint megérkeztünk, hogy mi. Tehát a hivatásunk az a fő foglalkozásunk, illetve nem. A foglalkozásom is. A hivatás az még följebb van, te. Igen. Nem szereti a vitatkozni. Tehát a hivatás tudat az még följebb van, tehát az a hétköznapoktól már elszakadt dolog. Tehát amikor valaki orvos, és bemegy a kórházba gyógyítani, és lejár a munkaideje, az utána is orvos. Tehát az a munkaidőn kívül is orvos. Ez a legjobb, ha a hivatásod a foglalkozáson. Igen. De a foglalkozás, amiből élsz. Én nem. Ja. Egyáltalán. Igen. Viszont... De már részben, igen. Vagy abszolút. Hát én sajnos abszolút. Mondanám, hogy kivágjuk de ezt a részt, de nem tudjuk belőle. Ne vágjuk ki, hát ez a ma Magyarország, és aki ezzel nincs tisztában, az vagy nem foglalkozott még ezzel eleget, vagy nem ebben az országban értettem. És arra utaltam, hogy ki tudjátok-e kapcsolni a zenét, hogy bármikor jöhet ugye a flow, bármikor eszedbe jut valami. Ezt hogy szoktátok? Volt nálunk zenész, aki azt mondja, hogy papírra fölírja, hogyha eszébe jut egy jó sor. Volt, aki azt mondja, hogy földúdolja a telefonjára. Sőt, volt egy zenész, aki azt mondta, hogy egyik átkávézott éjszaka után, mert a zenészek csak kávéznak, reggel egy nagyon jó ötlete volt, így földúdolt a telefonjára, aztán visszahallgatta, és azt mondta, hogy mi ez a marhaság. Szóval, hogy rögzítitek? Miért kérdezett, hogy ki tudjuk-e kapcsolni? Miért kéne kikapcsolni? Na, ezt vártam. Tehát dolgozol, és közben jön egy ötlet, akkor hogy jegyezzük meg, hogy rögzítjük, vagy... Vagy jön-e ötlet, vagy éjszaka fölébredsz, hogy hú, oda még ez kéne, vagy az kéne, vagy mit tudom. És reggel elfelejtem általában az a baj. Mert van ilyen, tényleg. Fölébredsz, hogy ez lesz a nagy zenei szám. Volt olyan, hogy álmomban írtam egy dalt, és reggel már sehol sem volt. Hát sajnos, ilyen több is volt, igen. Neked is? Hogyne. Életem nótáit már megírtam álmomban, és... Reggel arra ébredtem, hogy amíg annyi meg volt belőle, hogy az érzés, hogy na akkor most azonnal kezdjünk ezzel valamit, és na de miben is? Nem marad el semmi. Hál' Istennek azért nem vagyunk bajban a tekintetben, tehát nem csak az álmainkban írunk dalokat, hanem azon kívül is, és ezért vannak. Úgyhogy... Hát számtalan példa van erre, tehát ez kicsit olyan, mint minden az életben. Hát mondjuk a szex, vagy bármi más, hogy ugye azt nem csak ágyban lehet, hanem akárhogyan is. Ott az eszembe, hogy utkor poénból mondtam a nejemnek, hogy volt ez a dance-szám, hogy ne fia, ne mondta az anyám, Shakespeare's text és a rock'n'roll, hogy ebből már nekem semmi nincs, már csak a rock'n'roll van. Azt mondja, nyugi, az se lesz hamarosan. Szóval... Hogy mondod? Hogy mi? Az se lesz! Mi? De, ezt én is szoktam. Mi? És akkor kiakad. Hú. Jó. Óvatosan, mert adásban vagy, csak szólok. Jelzem, ő az admin, mindjárt ki leszünk. Ajaj. Kapsz olyan üzenetet, hogy... Ez viszont egy következő kérdés vezet fel. Mennyire fontos a háttér? A család nagyon háttér. Fontos a háttér. Egy gyönyörű háttér előttünk. A családi háttér, a támogató háttér. Te mondtad, hogy már egy-két évvel ezelőtt is már zenéltél, tehát nem akarok olyan, de hogy mennyire volt fontos akkor, milyen volt, most milyen, érdeklődik, kritika, megmutatod neki, amit írtok, amit csinál, eljön el fellépésetekre. Én tudom, hogy milyen, de a nézők nem tudják. Fordítsuk meg a kamerát! Mármint tudom, hogy a nejed mit tesz a zenekarja, ezért... írt a nejem. Minden tisztán hallok, így ma nincs ebéd. Jó.
Steffi nap lesz. Steffi Zenc. Hát mi köszönjük, vagy én legalábbis jól vagyok ilyen szempontból. Szerintem mindannyian olyan háttér van mögöttünk, akik a zenéhez közel állnak, illetve hát, szerintem 100%-ban gyakorlatilag, hogy hívják, muzsikus háttér van minden szempontból, ugye, nálatok is. Minimum 50. Hát igen, és a Zsoltiéknál is, úgyhogy értik azt, hogy mit jelent ez az életforma, és élik. És az, hogy velünk élik, azért csak hálásak lehetünk, mert ez egy flexibilisebb életforma. Persze, ugye, amire vágynak. Tehát, hogyha valaki, mit tudom, ilyen könyvelőirodában dolgozik, és van egy fix munkaideje, és utána eszerint osztja be a napját, az egy nagyon határozott és konkrét életforma. A miénk az sokkal flexibilisebb kell, hogy legyen, sokkal több mindenhez kell alkalmazkodni, és sokkal több mindenre kell hirtelen reagálni, és éppen ezért sokkal több mindent kell tűrni, és elfogadni, és megbocsájtani, és egyebek. Amire ha valaki könyvelőirodában dolgozik, akkor erre vágyik, hogy jaj, de jó, milyen impulzív a ti életetek. De ennek a fajta impulzív életvitelnek is meg. Mi akkor pont arra vágyunk, hogy mikor van az, amikor konkrét helyzetek szerint tudunk akár pihenni, vagy a családunkat tudni. Tehát ugye mindig az hiányzik, ami nincs, illetve hát sokan nem tudják, hogy ez mondjuk életvitelszerűen mivel jár ez a dolog. És akkor lehet, hogy kívülről marha vagány, egyébként belülről is, csak vannak még egyéb dolgok, amiket ugyanúgy válaszokat kell adnunk a hétköznapoknak. És az nagy kihívás egyébként. Említettétek, hogy mondjuk te nem válaszoltál, erre, de... Válaszoljál azonnal. Fontos a háttér, és adott is volt. Meg említetted, hogy van neked két gyermeked. Így van. Ők hogyan látják ezt? Mennyire érdeklődnek a zene iránt? Vagy az iránt, amit te csinálsz? Az iránt érdeklődnek. Részben azért, mert én csinálom. De azért ők szerintem egész mást hallgatnak már, mint amit mi felnőttünk meg. Zeneileg szocializálódtunk. Sokszor nem is tudom, mi az, amit hallgatnak. És kinek a gyereke? Végig mutattam meg nekik a készülő új kislemezt, és nagyon pozitív befogadóak voltak. Mert mondtad, hogy vagy... Megbocsátod. Nem baj. Jó lesz, pater! Nem baj. Hát, mondjuk füles volt a fül. Ja, igen. A füles alatt is egy füles volt. Nem azt hallgatta, semmiképpen. És mondom, egész jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Akkor megkérdezte, hogy újra tárgyalhatnánk a zseppénzemet? Igen. Mit mondjam? De nekünk is nyitottak kell lenni az ő irányukban. Hát persze. És megbocsájtunk. Ez a bemész, és azt most vagy meghallgatod, tehát... Hát nem tudom, nálunk azért ez úgy van, hogy egy idő után azért könyörögnek, hogy már többször ne kelljen meghallgatni, mert ugye a felvétel struktúrája is olyan, hogy mindannyiunknak van stúdiója, áll a jó égnek, és azért a modern technikának megvan az előnye, hogy amikor már tudjuk, hogy mi az, amit rögzíteni kell, akkor ezeket tudjuk sávküldözgetésekkel is létrehozni, tehát bizonyos hangszereket bizonyos helyeken veszünk föl, és
Ugye háznál azért ez kiszűrődnek a folyamatosságok, tehát hogy a család addigra nem tudom hányszor kénytelen meghallgatni kisebb-nagyobb hangerővel a dolgot. De értékelik, és több esetben jelen is vannak, tehát... De érdekes egyébként, nálunk is, az én fiam 15 éves. Neked mit hallott? Hát mindent. Nagyon örülök neki egyébként. Mindent, tehát megkapja azt az irányt, amiről te most beszámoltál, hogy nem is tudod, hogy mi az. Tehát ez az iskolai, hogy hívják, tehát ami most az ő fiatalságuknak trendi, azt ugye benne kell lenni, mert hát a közösség része van. És ez hatással van, és ez nem is baj, én örülök neki, hogy nyitott. De ugyanúgy hallgatja az AC/DC-t, meg a minden egyéb mást is. Sőt, van olyan, hogy... Amikor te hallgatod. Ilyen PlayStation-ezésekhez társít ilyen zenéket, és meglepő dolgokat is hallok tőle. Tehát amikkel egy felfigyeltem az ajtó túloldaláról, hogy ez most direkt, vagy véletlenül bedobta a rendszer? De személy van az, ha nem? Hát de. Hát nem úgy a játékban, hanem a izében, tehát hogy közben milyen zenéket hallgat, és teljesen. Csak hát ilyen stream szolgáltatásokból hallgatnak zenét. De nem úgy, mint én, hogy berakom a CD-t. Milyen CD-t? Magnum kazettát, aztán ceruzával tekertük vissza, mert csak egy irányba járt. Bakelit ugye édesapámnak volt lemezlejátszóra, az néha odaengedett. ez önmagában katasztrófa. Értem, néha odaengedett, de alapján kazetta. Ja, igen. Tehát, hogy... Jó, hát én is, amikor hazavittem a vinil, vagy bakelit, Magyarországon bakelit lemez, igen. Akkor az azért vettem meg, hogy megmaradjon az örökkévalóságnak, és azt fölraktam a lemezjátszóra, és azonnal átjátszottam kazettára. Így van. És azt hallgattuk, hogy ne karcolódjon, hogy ne sérüljön a lemez, mert arra még szükség lehet, ahogy jövő. Egyébként teszem hozzá, én ilyen szempontból, hogy gyűjtő vagyok, nem határoztam el, de így alakult. Tehát nekem az összes gyerekkori lemezem meg, vagy a gyerekkoromtól elkezdve az összes vinilem meg, az összes VHS-em, az összes kazettám, és irtózatos mennyiségű helyet foglal. De használ mai napig, tehát én szeretek lemezt hallgatni, és most, hogy megint tudok, már évek óta, amikor volt egy ilyen újraindulás, talán pont a Covid hozta meg ezt, hogy tudtunk egy kicsit nyugodtabban lenni. Mondtam, hogy nem volt hova elindulni, de lefújták az összes koncertet, és akkor felraktam egy lemezt, és a feleségem is mondta, hogy úristen, itt ez egy egészen más élmény így zenét hallgatni. És nem csak hanghatásában egyébként teszem hozzá, és ez nagyon hiányzik a mai életből, hogy minden egy link, minden csak egy, oda navigálok a Facebookról, vissza navigálok, minden csak egy kattintásnyi idő. A lemezhallgatásban az a szuper, hogy megfogod van egy ekkora borítót, leülsz, és 4-5 nótánként még meg is kell fordítanod. Tehát, hogy a B oldal a tartalmához is hozzájussák. Tehát ott kell lenned. Tehát akkor te megforgatod, akkor elolvasod, hogy milyen dalok, hány perc, ki a szerző, ki írta, de jó ez a kép, de szar ez a borító. Tehát ezzel foglalkozol, miközben hallgatod a zenét. És minden, nem 26 másik dolog. De lehet újra kattintani is. Hát na, ez a másik problémakör, hogy most már nem nagy lemezekre kattintgatunk, hanem dalokra. Ez is probléma egyébként. Én erre nem tudom, milyen választ lehet adni, mert ez a zenekaroknak, minden zenekarnak ez lesz szerintem a legnagyobb problémája a következő időszakban, hogy nem kell létrehozni albumot. Tehát egy 10 dalt, vagy 8-12 tök minden. Hanem kész van az új dalunk. Én ezt értem, hogy akkor azt kell promotálni, meg YouTube, meg nem tudom micsoda, de
De egy dal az nem egy zenei anyag. Abban én nem ismerek meg egy zenekart. Hogy hívják is? Bocsánat, hány egy dal jön szembe? Az mind egy-egy zenekar. Ez lehetetlenség. Ez igen, szóval nem fogok ott ülni, és minden egy dalt egy-egy zenekarhoz kötődően meghallgatni, mert hát, ha az nekem tetszik. Nem. Ez fölvet egy kérdést, meg szóltam kérdezni zenekartól, szintén provokatív, hogy érdemes-e vagy kell-e konceptalbumokat készíteni manapság? Hát az, hogy koncept vagy nem koncept, az mindegy, de albumot kell készíteni szerintem. Uh-huh. Én meg voltam döbbenve, megmondom őszintén, amikor 15-20 évvel ezelőtt már látható folyamatok, tehát látható volt, hogy ezek a folyamatok milyen irányt vesznek a digitális élettel kapcsolatban, és akkor a Artisius közgyűlésen az akkori elnök azt mondta, hogy nem érdemes már lemezt csinálni. Emlékszem el. És akkor az ott ült el, és azt mondta, hogy egyébként nagyon sok mindenben egyetértve vele, de ebben nagy szöges ellentétben, hogy mondhat ilyet pont az Artisius elnöke, hogy nem érdemes, tehát neki, mondjuk ha így gondolja, sem lehet ilyen mondatot mondani, mert egész egyszerűen azzal, hogy nem születnek albumok, azáltal nem születnek meg bizonyos funkciójú dalok. Egy zenekar életében nem minden dal ugyanazt a funkciót tölti be. És egy album az lehetőséget biztosít olyan dalok megszületésére, amik nem biztos, hogy a húzó, vagy a sláger, vagy a nem tudom milyen, vagy a lassú dal szerepét tölti be. Hanem egész egyszerűen egy másfajta funkciót kell látni, de attól az még értékes, és szerethető, és fontos tud lenni. Ha ezek a dalok, ezek a típusú fontos dalok nem születnek meg, mert ezek csak én vallom, hiszem, hogy egy album keretén belül tud megszületni, akkor az nagyon-nagyon nagy baj, mert egyfajta önnön, visszatértünk a beszélgetés elejére, hogy korlátok, meg nem tudom, önmagunkat zárjunk korlátok közé. Nem, most nem mondja a kiadó meg, hogy ennyi perc hosszú legyen, ilyen BPM, ebben a hangnemben, mi legyen a bemondás, stb. Hanem saját magunkat korlátozzuk, mert azt mondjuk, hogy ezt a dalt nem érdemes kifejteni, mert úgyse az a húzónóta típusú. Ja, hát akkor gyakorlatilag magunkat zártuk dobozba. Tehát ez egy nagyon érdekes világ. Én nem tudnék igazságot tenni, hogy mi a jobb vagy a rosszabb, mi volt a rosszabb, amikor egy fajta politikai irányítás, vagy egy kiadós rendszer mondta meg, hogy milyen dalokat szükséges, vagy kell írni ahhoz, hogy megszülessen egy album. Vagy most, amikor bizonyos daloknál azért döntenek saját maguk az előadók úgy, hogy nem születnek meg azok a dalok, mert egész egyszerűen ezek a online portfólió, vagy nem tudom, mit csinálják, ezek, ti jobban tudjátok ezeket a szavakat, tehát ilyen stream oldalak, meg nem tudom mi, nem igénylik ezt a történet, és azért nem születnek meg. Hát és akkor saját magunk azt mondtuk, hogy ja, kérem szépen, hát akkor ezt most már meg se írjuk. Úgyhogy minden fiatal muzsikusnak üzenem, hogy albumokban gondolkozzanak, koncertprogramokban gondolkozzanak, menjenek el és játszanak. Egyszer, még a 90-es évek elején azon sírtunk a Megyesinek a boltjába, a hangszerboltjába, még az Express udvarba, ott üldögélt egy csomó zenész nálunk, sokkal idősebbek is egyébként szabad idejükben, és ott folytattuk le a magánbeszélgetéseinket. És mi ott panaszkodtunk fiatal emberként, hogy hát lesz ez a, nem tudom, azt hiszem, Tokai Rock tábor, vagy nem tudom micsoda, de hát itt nem, hogy gázsi nincsen, még nekünk kell fizetni, meg nem tudom micsoda. És hogy akkor mi nem is megyünk ide el, mert hogy hívják, ez borzasztó. És akkor ezt a sopánkodást hallgatta a Megyó, és akkor volt egy mondata, hogy jó, gyerekek, most már hallgatom egy ideje ezt a sopánkodást, hogy azért azt ne felejtsétek el, hogy akit lát a közönség, az van,
akit meg nem lát, az meg nincs. És akkor így ültünk, és akkor, ja tényleg, ezt az alapvetést el is felejtettük. Ja, akkor menjünk és játszunk. Tehát ez a gazdasági világ, ez nem tesz jót a zenének. Mert ez is egy visszafogó erő, hogy azt mondja, hogy akkor ilyen gázsi alatt, meg ha nem éri meg, akkor oda sem megyünk játszani. Ez a, ha nem látnak, ugye, kérdés, lenne ennek hozzátok egy kérdésem? Minket látnak-e? Lát-e egyáltalán? Mostanában jó pár zenekartól hallom, hogy ahogy mondod, mennek albumokat fölvenni. Vesznek fel egy albumot. De már rögtön, ahogy az első szám kész, vagy az első kettő, már videoklipet csinálnak rá, már ki is teszik, még nem is játsszák kvázi, alig játsszák, még csak most jön ki az album, de már a videoklip kín legyen, hogy mire a néző elmegy a koncertre, ismeri a számot. Ti erről mit gondoltok? Hát szerintem... Nincsenek... Ez megint csak egyfajta nehézség, hogy persze panaszkodtunk, hogy most zésíti a magyar rádió a dalunkat, ez ugye ma már ismeretlen fogalom, Z betűt kapott, és akkor játszhatták a rádióba. Ha nem volt ilyen a dalhoz társítva, akkor az életben soha senki nem játszott. Ilyen már nincsen nyilvánvalóan, de ez egy probléma volt akkor. Most meg az a probléma, hogy milyen teóriát választunk a önmagunk bemutatására, mert nincsenek járt utak, vagy egy vágány, amin fölraksz egy vagont, és meglököd, és akkor arra megy. Szóval itt egy puszta van, és ortobágy, szóval, és bármerre lovagolhatsz, arra mész, amerre akarsz, és soha nem derül ki, hogy most jól csináltad, vagy rosszul, vagy csak szerencséd volt, vagy ez egy tudatos dolog, és azért működött, de akkor még nem működik másnak. Szóval ezt nem lehet eldönteni. Az, hogy mi a sorrend, ezt nem tudom. Ez nem értek. Attól, hogy fönn van YouTube-on, meg attól még nem biztos, hogy ismerik, mire oda mész, mert és hányan látják. Nekünk volt olyan koncertünk, ahonnan sírva a koncert előtt fölhívott a hely, hogy úristen, hát a Facebook oldal alapján alig-alig fognak eljönni a koncertre. És akkor oda mentünk, akkor meg ilyen probléma nem volt egyáltalán. És akkor ment a csodálkozás, mert valószínűleg a mi zenénknél a közönség még inkább a fogom, fölhívom, tehát játszunk a izébe, nem jöttök-e, de jó, oké. És akkor azok ott vannak. Tehát a személyes kontaktus valószínűleg a mi generációnkban sokkal fontosabb, mint a gyerekeink generációjában, akik biztos, hogy ezt online fogják intézni. Meg a másik, tudok rá egy másik ellenpéldát is, hogy valaki azt mondta, hogy megnézték a klipjüket hanyan, meg hány követők van, és elmentek, és alig voltak nézők. Szóval... Hát láttunk ilyen csomót, hogy tehát nem tudom, hány aranylemezes zenekar, és akkor, na, akkor csináljunk egy arénás bulit, és akkor nem tudtuk, már falra volt föltolva a színpad, mert ingyen osztogatták a jegyet a stadionok, metroállomások. Hát uraim, ezt a kérdést igazából nem tudjuk, hiszen ahogy szokták mondani, mindenkinek van egy, ahogy Mike Tyson mondta, mindenkinek van egy terve, ami ki nem ütik, tehát mindenkinek legyen egy terve, aztán nekünk az a tervünk, hogy most fölteszek egy kérdést, és haladunk tovább, és ez pedig nem más a Vicky Black, ki vagy te kérdése. Tehát induljunk el a beszédesebb kollégától. Ki vagy te? Hát ez nagyon összetett hobbizenész, mint már említettem. Miért nem jó? Te, nagyon hobbi ország. Hobbi ország, hobbizenész. Hobbi riporter. Több vállalkozással a háttérben, tehát a háttér megvan, mondhatjuk. Persze a korábban a kérdés az a induló háttérre vonatkozott, ez most egy egész másfajta háttér. Nagyon fontos az életemben ez a fajta zenélés, vagy egyáltalán a zenélés. És amennyire tudjuk, csináljuk. Szeretnénk sokat játszani, megmutatni magunkat. Mándi Attila! Wow! Hát nézd,
Hát szoktam mondani, hogy viszonylag örülök annak, hogy nem küzdök nagyobb skizofréniával, mert én egy olyan életet éltem az életem nagy részében, ahol mindenhol más volt, másként definiáltak. Tehát a színházban én énekes voltam, az énekesek között zenész, a zenészek között színész, a nem tudom. Tehát, hogy én ezt élvezem, és én ezzel békét kötöttem, hogy mindig más fajta módon definiálnak. Én szeretem azt, hogy voltak az élet utamnak bizonyos stációi, ahol a szakmának más és más részei voltak rám jellemzőek, de alapvetően a zene az ugye mindig a legfontosabb volt, és én a zenének úgy globálisan köszönhetem a legtöbbet, mert az mindig ott volt velem, tehát az mindig kihúzott a legmélyebb pillanatokból is, és hitet adott, és amikor meg nem volt ilyen jellegű szerepkörre szükség, akkor viszont a boldogságomat is ebben tudom a legjobban megélni és kifejezni. Hát Tulak, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek a Rockpagodába. Mi köszönjük a meghívást. Ahogy szoktuk mondani, aki egyszerűen eljön a Rockpagodába, az már a Rockpagoda család része lesz. Wow. Üdvözlünk a családba, és mind a család, nem engedjük el a kezeteket, amiben tudunk, segítünk. Keressétek meg Blacket. Van a Rockpagoda, mindenkinek csoportodat, bármit föltehettek. Tehát bármi történik veletek, nyugodtan keressetek, hogyha van olyan, akkor kimegyünk, riportot csinálunk róla, vagy live-ozunk, tehát nyugodtan, amennyire. Ez csak és kizárólag a egyszemélyes ütőképes hadsereg én időm határozza meg, meg a főnökömé, aki Wiki Black. Egyértelműen. Üdvözöljük innen. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a Facebook követőktől, hogy itt voltak velünk. A YouTube-on még nagyon három über extra évelei csak nektek tartogatott provokatív kérdést fogok föltenni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a meghívást. Kérek szépen most egy ilyet. Köszönöm a Facebook követőktől, és most a YouTube-on megyünk tovább. Urak, lenne tényleg egy provokatív kérdés. Hogyha meg lehet, vagy meg kell fogalmazni, mi a X-generáció zenekar üzenete? Mit akartok elmondani? Vagy van-e? Fő üzenet? Persze, hogy van. Hogy ne lenne? Hát, ott van a dalomban. Nézd, minden dal egy üzenet. És minden dal egy olyan életérzés, ami mindenkinek az életében szerepelhet. Tehát igazából annyira magyar, annyira hétköznapi, annyira jelenlevő érzelmekről és gondolatokról szól az összes dal, hogy ennél föld közelébb már talán nem is lehetne. Nem gondolom azt, hogy ezek az gondolatok vagy érzelmek, amiket mi sugárzunk, az ne lenne jelen bárkinek az életében. Ebből fakadóan az az üzenet, hogy ebben a 10 milliós közegben, vagy tágabb értelemben véve 15 milliós közegben, egész egyszerűen magyar nyelven, az egy fontos koncepció volt, hogy magyarul énekeljük, még akkor is, hogyha ez a műfaj, ez nem a mi népzenénk. De szerintem már honosítottuk, úgyhogy jó ideje, és nem is mi, hanem nagy elődjeink. Mi több, már lassan ott tartunk, hogy egyfajta ügyet kell abból kovácsolni, hogy ezt a fajta rockzenei, vagy nem is szerettem ezt ennyire beskajtújázni, trió zenei elképzelésünket, megfogalmazásunkat tovább vigyük, mert ez egyfajta kihívás.
jelent, és egyfajta zenei üzenet ez is. Tehát maga az élet, az X generáció, az maga az élet. Ugyanis sikerült másik két olyan kollégával összefogni az Attilának a magánzeneiskolájába, hogy a legéletszerűbb emberek, akikkel életemben együtt tudtam dolgozni. Tehát mindenféle salang és felszínes dolog, felvett szokás nélküli őszinte emberek, tehát az X generáció is egy őszinte zenekar. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy fontos a hitelesség? Nem, nem fontos. Köszönöm a választ. Hiteltelennek kell lenni. Hát persze a kérdésedben benne van a válasz, nyilvánvalóan. Bocsáss meg, csak ugye említetted, hogy volt egy-két olyan zenekar az életed során, amiben játszottál, de nem biztos, hogy teljes mértékben azonosultál a zenekarral, de hogy ez most 100%-ig, tehát azt mondod, hogy ez én vagyok. Én megpróbáltam azonosulni minden produkciónak minden kihívásával. Uh-huh. Az, hogy én magam nem provokáltam volna ezt a típusú zenei koncepciót, vagy kinézetet, vagy nem tudom micsoda, az egy más kérdés, de ott egy funkciót tölt be az ember. Tehát annak a funkciónak kell megfelelni abban a pillanatban, amikor szerelem gyerekről van szó, mint az X generáció esetében. A szerelem gyerek az pont arról ismerszik meg, hogy mindent odaadunk neki. Tehát mindent beleteszünk, minden. Mi az, tényleg a szívünk csücske, és ezért köveket tudunk megmozgatni. Olyan köveket is, amiket nem bírnánk megemelni egyesével külön-külön. De együtt, hárman megpróbáljuk. Hú, ez szép volt, nem? Igen. De. És nincs meg, hogy ki mit csináljon, majdnem, hogy azt csináljuk, amit akarunk. Persze, mert hogyha nem olyan, ami... akkor nyilván, de jó, az nagy szabadság egyébként. Igen. Mennyire fontos, hogy egy zenekar jó közösség, baráti társaság is legyen? Hát ha szerelem gyerek, akkor elsődleges. Hát ez elképzelni nem lehetne, hogy olyan emberek nézzenek egymás szemébe, akik nem egy irányba éreznek. Főleg éreznek, mert egy irányba nem muszáj mindenben egy irányba gondolkodni, mert az egyfajta szellemi diktatúra lenne. De egy irányba érezni az fontos. És az értékrend is fontos nyilvánvalóan. Tehát nagyon különböző értékrendű emberek kizár dolog, hogy szerelembe tudnak esni. Most a dolognak a szó szerint értelmében, tehát hogy ez fontos. Amikor funkciókat töltesz be, akkor az más az a helyzet, mert ott lehet kompromisszumokat kötni, akár kollégákkal, vagy hogy hívják, vagy a produkcióval, de mondom, ott más az öröm forrás. Megvan, de más típusú. Provokatív kérdés, és ez az utolsó provokatív kérdésem. Mi a célotok a zenekarral? Mit akartok elérni vele? Wembley, nekem ezt adott a szemlélni. Hát tudod, én annyit beszéltem, hogy magyarul éneklünk ott a Wembley-be. Hát is magyarul fogunk. Ja, és magyarul fogják énekelni a Wembley-be. Ez egy jó kihívás. Hát... Na, ez egy jó kihívás. Ennél szebb kihívva. Jó, azért még lenne egy kérdésem. Valaki oda megy hozzátok az utcán, és azt mondja, hogy te figyelj, hallom, van ez az X generáció zenekarod. Miért menjek én le megnézni? Mit adtok ti nekem, ha lemegyek? Hát nézd, és meg tudod. Két nagy pofon. Ha nem jössz le, igen. Szerintem, hogyha ilyen viszonyban vagyunk, hogy te figyelj. Igen.
megszólítás van, akkor az már borítékolható, hogy az az illető annyira ismer minket, akár egyenként, vagy összességében is minket, hogy pontosan tudja, hogy mit fog hallani. Vagy ha nem pontosan tudja, hogy mit fog hallani, de egy olyan zenei környezetet azért pontosan körül tud majd írni, ami miatt el tudja dönteni, hogy ő most lejön, vagy nem jön le, és azért általában lejönnek. Jó, akkor fordítsuk meg. Oda megy egy ismertes, azt mondja, hogy aki nem hallott még az X generációról, miért menjen le? Mit fog ő kapni? Megértettem a kérdésedet most már. Tehát itt most azt várod, hogy vagy marketing szöveget mondjak. Nem marketing szöveget. Ami alapján bereklámozom a zenekar. Nem. De jó ez, csak nem tudok rá válaszolni. Ez a legjobb válasz. Tehát azért nem tudok neked konkrét fix választ adni, mert ahány ember, annyiféle választ adok neki. Ez az abból fakad, hogy én azt gondolom, hogy nincs két egyforma ízlésvilág, és nincs két egyforma arc. Ha én most azt mondom neked, hogy ez egy pop-rock zenekar, akkor mi jut róla eszedbe? Hát bármi, gyakorlatilag. Tehát egy nagyon széles spektrum, és biztos vagyok benne, hogy egy csomó olyan dolog is eszünkbe jutna róla, ami egyébként egyáltalán nem is szimpatikus nekünk, meg sose hallgattuk, és egyébként. De ha azt mondom, hogy ez egy rockzenekar, akkor annyira leszűkítettem ezzel szemben ezt a szegmensét a dolognak, hogy az se lenne igaz. Tehát barátom, szimpatikus a fejünk, ha nem hallott minket. Akkor mi alapján hívom le tényleg? Szimpatikus vagyok neked, vagy nem vagyok szimpatikus? Te figyelj, hogyha érdekel ez az arc, meg az, gyere le is nézd meg, hogy egyébként mit csinálnak. Ha hallottad a zenénket, akkor pontosan el tudod dönteni, hogy az érdekel téged, vagy nem érdekel. Gyere le is, döntsd el. Így van. De mindenkit arra ösztökélek, és nem csak velünk kapcsolnak, hogy oda kell menni. Én ebben hiszek. Tehát egy kicsit kiszakadva az online térből, és most magunk ellen beszélünk, mert egy online adásban ülünk, ki kell szakadni, és amikor ennek befejeződött ez az adás, akkor utána esti programként meg kell találni azokat a személyes kapcsolatokat, amik alapján legyen az egy koncert, vagy egy baráti kör, tök mindegy, de oda kell menni face to face. Én csak ebben hiszek. Egyébként... Úgy kell zenét hallgatni. Egyébként pont ez volt a koncepciója, hogy mi miért Facebook live-okat csinálunk. Mert hogyha itt leülünk beszélgetni, ez mostani, és most születik, és egyedi. Így van. És picit próbálunk azt a fajta érzést. Most elnézést, hogy szabadba vágunk, de te is mi szerint formálod a kérdéseid, nem papírból olvasod, hogy híve. Tehát az első beszélgetés 5 perc alapján te felállítottál magadban egy olyan képet, hogy bizonyos kérdéseket lehet, hogy nem tettél fel, lehet, hogy másokat meg igen. Miért? Azért, mert mi beszélgettünk. Hát ezért kell lejönni egy koncertre és meghallgatni, mert ott mi fogunk zenélni, és azt a zenét más nem fogja játszani, azt garantálom. Hát uraim, még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Tehát a Rockpagoda az ezzel a riporttal megkezdte a 2023-at. Gratulálok. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy mi lehetünk az első. Hát egyet, mi köszönjük, hogy eljöttetek, és mielőtt elbúcsúznánk, kérünk egy-egy mondatot, mit üzentek a nézőknek, rajongóknak, potenciális rajongóknak. Megint a beszédesebb kollégától indulunk. 2023 talán újra az év üzenéje lesz. Hát nagyon reméljük, és találkozunk a koncerteken. Ez nagyon fontos. Ott kell lenni. Hát uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és én csak egy mondatot szeretnék hozzátenni. Lehet, hogy X generáció, de az az X, ugye, ami a 10-es a rómaiba, hogyha így vesszük, az sok-sok-sok-sok szorzatában, ha már matematika, akkor megvan a 2023-ban is. Úgyhogy reméljük, hogy ez az X idén eléri azt, amit el kell érnie. Úgyhogy sok sikert kívánunk, és még annyit szeretnék hozzátenni, hogy mindegy, ki mit mond,
Az élő zene az mindig akkor születik, amikor ott a néző, ott a zenekar és ott a hely. Úgyhogy, uraim, 23-ra sok-sok élő zenét és sok-sok jó pillanatot a színpadon kívánunk. Nagyon szépen köszönjük. És köszönjük, hogy itt voltatok.